Valami baj van, uram? Nincs semmi. Jó még ez az előárbóc egy ilyen vénhajóhoz. Sok nehéz szelet kibír még. A szivattyú rendben van, Mr. Davis? Csak ide Southamptonba megyünk, uram. Remélem, nem lesz szükségünk a szivattyúra. Észak-nyugati szél. És még nem kerültük meg Lencsen. Számtalanszor megkerültem már, uram. Mindenki ezt mondja, mégis hány hajóda veszett? Holnap reggel Falmouthban leszünk, uram. Mennyi ideig lesznek ott, Mr. Roberttel? Csak megnézünk egy aladó vontató hajót. Változatlanul bízom a Charlotte Rose-ban, és persze magában is, Mr. Bates. Eladó Falmouthban egy Ellis nevű vontatóhajó. Azt tudod, hogy állandóan felfűtve kell tartani, ha azt akarjuk, hogy mindig vontatásra készen álljon? Igaz. De gondold meg, mibe kerül pénzben is, meg időben egy vitorlás dokba vinni, ha ellenszél van. Viszont ha van egy saját vontató. Vontatóra vehetünk minden hajót, amint beér a Mersey-re. Nagyon jól, megvoltál nélküle eddig is. Igen, mert ha szükség volt rá, béreltem egyet Fraser-éktől. Amennyit kértek, annyiért. De 2-3 saját hajóval az Oneidon vontató vállalata félkikötőt ellátná. Csak lassan a testtel! Ha meggondoltad volna magad, felhajtom a pénzt máshonnan, ne félj semmi. Semmi ilyet nem mondtam. Azért jöttem veled, hogy lássam, mire költöd a pénzemet. És hogy pár napig nyaralj. Nyaraljak? Ha? Egy kis békességet akarok, meg nyugalmat. Mert otthon más se hallok, mint az új ház így, az új ház úgy. Már én is belebolondulok, nem csak Sarah. Mondd, mi van veled, James? Hegyezed a füled, ahányszor egyet recsen egy gerenda, mióta elindultunk Liverpoolból. Baj van a hajóval? Dehogy. A Charlotte Rose nagyon jó állapotban lévő hajó a korához képest. Akkor miért vagy ilyen gondterhelt? Nem vagyok. Különben is csak Southamptonig kell eljutnunk, onnan a brazil járat viszi a rakomány trióba. Miért nem kíséred el Southamptonig? Én meg kiszállok Falmouthban és megnézem azt a vontatót. Mind a ketten kiszállunk, ahogy terveztük, és a vontatót együtt vesszük meg. Navigálni, kapitány? De hisz ezért vagyunk itt. Ez itt a gépházba szól. Nagyon köszönöm. Irányítottam már gőzhajót, Mr. Starr. Parancsol egy csésze teát, asszonyom? Konyhájuk is van. Nem csak konyhánk, de tisztességes parancsnoki kavin is. Nézze meg. Távol az otthontól. Kell is. Itt élek a hajón. Megyek, csinálom a teját. Ilyen bögrében akarod felszolgálni a hölgynek? Ha? Ha, igazad van. Hozom a rendesebbiket. Vajon mit kér érte? Nekem 4000 fontot mondott. Majd adja lejjebb. Én is azt hiszem. Ha 3500-ért meg tudod venni, olcsón veszed. Láttad az okmányait? Alig 6 éves. Itt épült Falmouthban, azóta is kikötői vontató. A szemlészjelentés? Az is jó. Ha fölmész 3800-ig, akkor se fizetsz rá. Hm. Akkor talán vegyük meg. Hadd lássam, hogy fordul. Egy rossz szavam se lehet. Akkor mit szólnál, ha pár napig itt maradnánk? Ahogy gondolod? Kicsit elszakadnánk Liverpooltól, ismerősöktől. Olyan jó lenne. Az én költségemre természetesen. Jobb szeretném az én költségemre. Hagyd a büszkeséget, Matt. Kész a tea, uram. Átvegyem a kormányt. Nem ennyire. Szabadságon vagyok. Thank you.
kis ellenőrzés, mielőtt kiszállok. Úgy van felrakva, hogy abban nincs hiba, uram. Ha ez a harang elmozdulna... Nem tud, uram, rögzítve van. Hátul ott az a sok nehéz gép. Az is mind rendben van, uram. Egyébként vizen van a csónak, hogy a partra vigye. Mr. Logan, az ügynöke, ott várja. Hát majd vár egy kicsit. Tudja, mit ér ez a rakomány? 10 000 fontot és 500 jár nekem. A gőzhajó Southamptonban egy hét múlva kezdi csak a rakodást. Ott leszünk idejében, uram. Értem, értem. Szóval a sietségre semmi ok, mi? Mr. Onid? Ha van olyan, amit tudnom kéne, okosabb volna, ha nem titkolná előttem. Rendben van, Biggs. Ó, Istenem. Na végre valahára. Jövő héten el lesz intézve, addig megvigyázzon. Rendben van, uram, de mégiscsak kár, hogy nem mondta előbb. Na, gyere, menjünk, és lássuk azt a vontatót. Na jó, eleget láttak. Visszamegyünk. Óvatosan. Aha. Nehogy már kilötyögjön a teájuk. Mi a véleménye, kapitányom? Ürge és kezes. Derék lány az Elisz. Miért adja el? Dél-Afrikában megyek. A bátyám már ott van. Aranyat keres. Aranyat? Gazdagok leszünk. Vagy elúszik, amiük csak van. Nekem csak ez az egy hajó. És itt Falmouth van akkora a konkurencia, hogy kezd felkopni az állam. Fontot adok ezért a vontatóért, Mr. Starr. Mennyit? 5000-et. Elizabeth! Feltéve, ha a nyílt tengeren is megfelel a várakozásnak. Tehát kiterjesztjük a próbautat oda is. De ez egy kikötői vontató. Nekem más terveim vannak vele. Átalakítatom utasszállító komphajóvá. Mr. Harvey bizonyára jóvá hagyja az ötletet, ugye? Én... Ahhoz engedélyt kell beszerezni az iparkamarától. Én nem tudom, a gépei alkalmasak-e. Ezt kell kitapasztalni. Rászánjuk a mai napot a nyílt tengeren, és még a holnapit is. Nos, Mr. Starr? 5000 font? Ha a nyílt tengeren is megfelel a célnak. Arra mérget vett akárki. Szóval rendben van? Rendben van. De szemet kell felvenni. Szólok a fiúknak. Elizabeth! Itt van a Charlotte Roth. És láttam James meg Robertot sétálni a rakparton. Falmouth forgalmas kikötő. 1001 oka lehetett, amiért idejöttek. Ne hidd. Ismerem James, ő csak egy jobból jöhetett. Bocsánat, uraim. Jól hallottam, hogy Liverpoolból jönnek? Igen, az onidőn járattól. Egy vontatót akarunk megnézni, az Elist. Nagy hiány lehet vontatókban északon. Most volt itt egy hölgy meg egy úr, ugyancsak Liverpoolból. Igen? Kik? Egy jó órát kérek, asszonyom, míg szenet veszek fel, és visszaérek ide. Mondjuk 2-re. Inkább 3-ra, jó? James! Ilyen meglepetést! Csak ugyan. Tudtam, hogy kicsi a világ, de hogy ennyire kicsi legyen, maga az Elisz nevű vontató kapitánya. És tulajdonosa. Ben Starr. A két bátyám. Mr. Robert Onid és James az Onid jár a tulajdonosa. Sajnos elkéstél, James. A Fraser járat úgy döntött, hogy megveszi az Elist. Szabadságom vagy, Robert? Nem. Azaz, igen. És nagyon élvezem. Megnézhetném a hajót, Mr. Starr. Ne is haragudjon, de nem mondok le 5000 fontról, Mr. Onid. 5000 egy vontatóért? Ennek ellenére megnézném, ha nincs ellene kifogása. Ne kínlódjatok már!
Figyelem, aki ebédet akar, jöjjön érte! Lehet. Mindszerünk, kapitányuk. Alig 4 csomóval haladunk. Oda nézzen. Kölyök koromban azon a partszakaszon rengeteg rákot fogtam. Nem tudtam, hogy Cornwall-i, kapitány úr. Cornwall-i? Én? Dehogy. Levonséri vagyok. De egy nagybátyám a környéken lakott. Egy halász. És engem minden nyáron elküldtek a szüleim hozzá. Felpakoltak egy szekérre. Konyharuhába kötve egy hosszú szál kolbásszal, meg egy fél kenyérrel. Furcsa, hogy mikre emlékszik az ember. Hát, bizony, uram. Tobi bácsi, néha magával vitt éjszakai halászatra. Ültünk a csónakban órákig, de egy árva szó sem sok, annyit se szólt. Hogy elneri a szalat? A kedvence, kapitány úr, halpástétom. Honnan tudta, hogy épp erre fájt a fogam? Zátonyon vagyunk, uram! A mindenit. Fedélzett, mester! Mélységet mérni elől, hátul és mindkét oldal. Igen, uram! Mr. Potts, jöjjön velem! Igen, uram. A térképet, Mr. Potts. Igen, uram. Beméltem magunkat. Legalább 10 üres víz kell, hogy legyen alattunk. Se szikla, se homokpad, se kavicszátony. Roncsot se jelez a térkép. Orral futottunk rá valamire, uram. Mennyi a mélység? 10,5-ről mindenütt, kivéve balról az orra alatt, ahonnan a recsenést hallottuk. Csak valami roncs lehet? Látja, hogy a térkép nem jelez roncsot? Akkor olyan, ami nincs a térképen. Nincs a... Raktereket felnyitni, és az elősökből vigyenek mindent hátra. Talán felemelkedik a hajó. Gyorsan, igen, egy-kettő! Uram. A dagály hol tart? Apad, nem látta? Szóval akármibe akadtunk bele. Percről percre jobban fennakadunk rajta. Tudod, az a vontató nem ér többet 3500-nál, szerény véleményem szerint. Annál azért kicsit többet. James. Remélem, nem nézett pejvának a pénzem, csak azért, mert Elizabethnek is kell a hajó. Mind a ketten megőrültök, ha együtt vagytok a ringben. Hoho! A keresnek kifutottam az Alice-szel. Késő este jövünk vissza. Késő este? Hová viszi Mrs. Fraser? Indiába? Ha akarja. Ő a vevő. Az urak még itt lesznek holnap? Nem. Elutazunk Bristolba. Ma 17:30. Hát Bristolban biztosakad egy-két eladó vontató. És 5000-nél jóval olcsóbban. A hölgy ennyit ajánlott. Én meg bolond volnék, hogyha ajándéklónak a fogát nézném. A maga helyében én belenéznék a torkába is. És visszajönnék 5 órára. Nem ígérhetem. 2 óra csak elég, hogy Tövéről hegyére megnézzen az ember egy vontatót. Ha Mrs. Frasernek több kell. Akkor mire visszajönnek, mi már nem leszünk itt. Mrs. Fraser lesz az egyetlen vevő. És ő éppen ezt akarja. Vagy van még sok más ajánlata is? Az önöké mennyi volt? 3800 font. Egy pennivel se több? Viszont nincs semmi extra kikötésünk. Készpénzt adunk, helyben. De ha a testvérük majdnem a felével többet ajánl ugyanezért... Csak mondom, hogy mi 5-ig vagyunk itt. Emelkedett egy jó lábnyit, kapitány úr. Akkor el kellett, hogy szabaduljon az akadályról. Ha csak nem emelkedik vele együtt, az is. Nem viszünk hátra több árut. Már így is nagyon föláll a hajó. Akkor mit csinálunk? Megpróbáljuk levontatni.
Még mindig apály van, és megint rászorulunk a roncsra. Igen. Percről percre jobban. Eressze le félig a segédhorgonyt, és állítson embereket a csörlő mellé. Igen, uram. Kapitány úr, látja ezt? Melyik raktárban van a liszt? A hátsóban, uram. Az már semmit se ér. Hordassa fel a fedélzetre és a tengerbe vele. Igen, uram. Fent vannak már a lisztes zsákok? Most hordják, uram. Szaporábban, Mr. Potts. Igen, uram. Mozgás, emberek, szaporábban azokkal a zsákokkal. Figyelem, Lois! Ereszel! Igen, uram! Rajta, hadd menjen! Vidámabban, fiú! Rajta! Húzd meg! Húzd! Húzd meg! Húzd! Mindjárt lent leszünk! Rajta, fiúk! Még egy kis erőd vele! Húzd meg! Húzd! Vigyázzat, a horgony jön fel! Kihúzzuk a horgonyt a fenékből! Nem jön! Nem jön! Rajta, emberek, mindent vele! Gyerünk! Álljon le, mert mindjárt kiszakad a hajófeneke! Menjenek lisztet hordani! Maga jöjjön velem, Mr. Potts, beszélem ma magával. Evezzen ki a partra. Sajnos sehol egy ház, éppen lakatlan részen vagyunk. Kénytelen lesz elgyalogolni egészen Mevegiszig. Mit tudnak ott segíteni rajtunk? Semmit. De egy távirdájuk csak van. Igen, uram. Ideje, hogy értesítsük Mr. O'Needent. Az Oberon Petroleumot hoz. Mivel annak Londonban van a legjobb piaca, irányítsa oda Mr. Logan. Igen. A kapitány magánál fog jelentkezni. Mikor indult el Philadelphiából? 4-én. Napokon belül itt lesz. Bocsánat, köszönöm. James? Á, iszik valami, Mr. Köszönöm, nem, Mr. Logan. James, voltam kinn a vasútnál. A legegyszerűbb, ha elmegyünk Exeterbe, és onnan van egy gyors vonat Bristolba holnap reggel. Holnap reggel még itt leszünk. Azt mondtad Starnak, hogy... Elizabeth miatt mondtam, hogy továbbadja neki. Ha ugyanis azt hiszi, hogy elutaztunk, akkor semmi értelme, hogy kinn hajókázzon tovább a tengeren. Hatra visszatérnek, és a hajóára len lesz 3500-on. Ismerem a húgunkat, mint a tenyeremet. Kitapasztalta a hajót, asszonyom? Visszafordulhatunk? Szeretnék ötre otthon lenni. Nem mondhatnám, hogy eléggé. Több mint egy órája vagyunk nyílt vízen. De csöndes, nyugodt vízen. Nem tudok vihart kelteni a kedvéért, asszonyom. Pedig szeretném látni, hogy viselkedik viharban. Talán, ha kicsit kijebb mennénk. Ott is ugyanilyen kacsausztató van. Mr. Starr vissza akar fordulni. Rosszabb útra számított. Alaposabb kipróbálásra. Amit lehetett, azt bemutattuk. Amit eddig láttam, nem indokolja az 5000 fontos vételárat. Halaszthatatlanul fontos, hogy ötre visszaérje, Mr. Starr. A fivére 3800 fontot ígért. Készpénzben és nyomban. Á, és attól fél, hogy már nem lesz ott, ha későn érünk vissza. Elutazik a 5:30-os vonattal. Rendben van, visszafordulhat. De ezek után meggondoljuk az ajánlatunkat. És ha úgy véljük, a próba nem volt kielégítő, végleg vissza is vonhatjuk. Kíváncsi leszek, a bátyám tartja-e az ajánlott árat, ha rájön, hogy Fraserék már nem vevők. Kapitány úr, kidobáltuk a lisztet, amit tudtunk, de van, amihez nem lehet hozzáférni. Miért csak a víz? Csak egy-két láb egészen a tatban. Ha több lesz, kipumpáljuk. Ennél már csak nem lesz rosszabb. Jön a dagály és levisz az átonyról. Ha szerencsénk lesz.
Fedélzetmester, engem a szerencse sose kedvelt. Uram, a tadba már nem rakhatunk át semmit, már így is nagyon le van süllyedve. Akkor kiürítjük a hajót úgy, ahogy van. Eressze le a nagy csónakot, mindent partra szállítunk. A csónak elsüllyed egy láda alatt is. Nyissa ki a ládákat, az egyikben 10 tucat fali óra van, át lehet azokra rakni. Konyha mérlegek egy másikban, ebben vasrácsok, képkeretek, de még ágyugolyók is vannak benne. Igen, uram. 6 órája van rá, 1 perccel se több. Holnap is lesz dagály, uram. De a holnapi már alacsonyabb lesz, mint a mai. Ha ma este nem szabadulunk el innen, akkor... akkor soha. Igen, uram. Közel a parthoz. Nem látja, uram? De megvan. Furcsa helyen horgonyoz. Forduljon oda, megnézzük közelebbről. Jön egy gőzhajó! Fedélzetmester, egy gőzhajó! A kapitány úr? Lent van. Uram, egy gőzhajó közeledik. Úgy nézem, vontató. Vontató? Adjak jelzést neki. BDJ, semmi mást. Eredetileg csak 4000-et kért. Tehát nem fizet rá, ha kiegyezünk 3850-ben. Így lement az árral? Mert nem ér többet. Bajba került egy szkúner a part közelében, jeleket. Miért? BDJ, megfeneklettünk. Megyek. Azt hittem, siet vissza. A szkúnernak vontató kell. Ó, a fenébe. Nekem dolgom van a konyhán. Nem baj, Örni, ezt csináld. Hány óra? Mindjárt 5, uram. Akkor bőven van időnk helyet csinálni ennek a nagyharangnak, még a dagály előtt. Minek, uram? Jön a vontató. Nem kell nekünk semmiféle vontató. Abban mi van, Örni? Valamilyen gőzgép, uram, az életben nem szedjük ki. Ha levontatnának minket innen. Az pénzbe kerül, ha nem csinálják ingyen. A biztosító kifizeti, uram, ha megmenti a rakományt. Nem fizet, ha magunk menteni tudjuk, és tudjuk. Szerelje szét, Örni. Legalább a lentkereket szedje le róla. És ne emlegessen nekem biztosítást, mert hogy az nincs. Mr. Onidon hagyta lejárni. És te útnak indítottad Bénz kapitányt egy hajóval, ami nincs biztosítva? Nem szándékosan. De késve indultunk. Aznap járt le a biztosítás. Ez nem mentség. Akkor meg kellett volna újítani. Csak hogy az nem olyan egyszerű, mint gondolod. Nézd, a Charlotte Rhodes jóval elmúlt 10 éves. Lejárt az első osztályú minősítése, és hogy visszakapja, fel kéne újítani. De a díj akkor is a duplája lenne. Hát nem minősüljön első osztályúnak. De nem kaphat első osztályú rakományt, ha nem az. Azt mondtam, Bacenek elintézem a biztosítást, amint hazaérek. Most hova mész? Szabad kérdenem? Megnézem, megjött-e a vontató. 6 óra múlt, minden percben itt lehet. A Charlotte Rhodes az. Igen, én is látom. Menjünk közelebb. Erre jön. Ahó, Charlotte Rhodes! Kapitány úr, elvontassuk a hajót! Mit kérne érte? Mit mond? Mennyibe kerül? Szívem szerint 1200 fontot kérnék. Mennyit ér meg magának, kapitány úr? 10 fontot! Mit mondott? 10 fontot, azt hiszem. Ne tréfáljon vele! 300 fontért elvontatom! Hallja? 300 fontért! Nem sokára itt a dagály! Ugyanezt megcsinálja ingyen! Kész, lement! Van benne tartás. És igaza van. Lehet, hogy a dagály kiszabadítja. Minden esetre a közelben maradunk.
szólna 4500 fonthoz, Mr. Starr? Na hiszem, még hogy mit szólnék? Komolyan mondom. Én az 5000-re is azt hittem. De most nem nyernék semmit azzal, ha visszavonnám az ajánlatomat. Ha nem bízik bennem, kötelezvényt adok a pénzről, most rögtön. 4500 fontról. Mit szól az ajánlatomhoz? Elizabeth, nincs rá szükség, hogy ennyit fizessen. Azt én döntöm el, Mr. Harvey. Nos, Mr. Starr? Meglátjuk holnap, mi lesz a vélemény. Holnap lehet, hogy egészen más. Ahogy így elnézem magát. Akkor adja el most, amíg meg akarom venni. Én egy kötelezvényt adok, amit a Falmouthi ügynököm azonnal bevált. Vényt, amellyel Eperctől rám ruházza az Alice tulajdonjogát. Nem örül, hogy ekkora gondtól szabadulhat meg. Miért siessek? Miért várna? Elég szeszélyes természetem van, és ha Mr. Harvey mindenáron le akar beszélni a vétterről, amely jelenteni határozott szándéka, gyorsan meggondolhatom magam. Kiállít egy kötelezvényt 4500 fontról, és az Alice attól kezdve a magáé. Nem fogja megbánni. Remélem maga se. Jó estét! Jó estét! Jamai karumot kérek, fehéret és egy korsó... Mi is volt az? Házi boldogság. Házi boldogság, azaz. Azért ez furcsa. Most kis hián 7 óra van. Lehet, hogy Elizabeth mégis kivitette magát a nyílt tengerre. Lehet, hogy komolyan gondolta azt az 5000 fontot. Nem tudom elhinni. Én se. Mert egyébként már rég itt volna. Viszont ha Starr nem mondta meg neki, hogy elutazunk, így már érthető, nem? De. Csak hogy megtaláltam, uram, már mindenfelé kerestem. Táviratulom. Nem túl hideg, nyugodtan ihagy. Nagyon köszönöm a figyelmességét. A Charlotte Rose megfeneklett. Micsoda? Medegiszinél. Fennakadt egy roncson. Miért aggódik annyira érte Mrs. Fraser? Most, hogy szél támadt, komoly veszélybe kerülhet. Nem lesz ebből komoly szél. Legalábbis éjfél előtt nem. Addig meg a dagály segít. Ennek ellenére úgy helyes, ha egy ideig cirkálunk körülötte, minden esetre. Ahogy parancsolja Mrs. Fraser. Most már ön a gazda. Igen. Vigyázz az emelőnél, jövünk! Most már van hátul hely a harangnak, csak rögzíteni kell valahogy. Mennyi a víz hátul? Nem veszélyes, jól dolgozik a szivattyú. Az orban annál több van. Mert lehúzza a harang. A tat mindenképpen nehezebb. Húzd fel! Te! Ha a víz a fenékben előre folyik, akkor... Akkor? Hiába van megrakva, a dagály megemeli a farát, de az orrát nem. Valami nem engedi, egyáltalán nem mozdul. Kár arra várni, hogy a dagály tetőzön. Egy óra múlva teli lesz vízzel az orr. És ha a harangot hátra tudnánk vinni? Nem számít, akármennyit könnyítünk is rajta. Ki tud a legjobban úszni? Úszni? Aha. Alig, ha nem én. Éljen. Próbáljon meg lebukni a hajó alá. Nézze meg, mi tartja fogva, és ha egy pillanatra le tudnánk választani róla, úgy jönne fel az eleje, mint a buborék. Nem ülhetek itt tétlenül örökké. Mr. Logan! Kerítsen egy mondatot, gőzöst, akármit, csak gyorsan. Megyek. Van fogalmad róla, hogy mibe fog ez kerülni? Nem érdekel. Pedig nem lesz olcsó mulatság. Robert, nem értesz te semmit. Fedőzet, mester! Mi van? Nem mozdul. Beragadt a szivattyú. Szólok Mr. Bainesnek. Beragadt? Mi az, hogy beragadt? A sok lisztől, ami átment rajta. Ha ki is tudjuk mosni. Mennyi víz folyik be az orrba? Még nem lehet tudni, uram. Van még egy baj, uram, a szél délnyugatira fordult. Ha felkorbácsolja a vizet, a hullámok éppen oldalba kapnak minket. Nem baj, hát ha leemelnek a roncsról. Vagy darabokra törik a hajót, uram. Azt hiszi, én nem tudom. Ússzon be a hajó alá, Mr. Potts. Hát ha tud valamit csinálni. Mindent elkövetek, uram. Az a vontató itt van még? Itt, uram. Hmm.
Ereszem fel egy rakétát, fedélzetmester. Igen, uram. Na tessék, vészjelzés a Charlotte Rhodes-ról. Rendben, közelebb megyünk. Van itt Lloyd mentési szabályzat? Nem lesz rá szükség. Tárgyalt már valaha ilyen ügyben? Ha a tárgyalásra kerül sor, Mrs. Fraser. Mr. Harvey majd elintézi. Én, asszonyom. Nem, én, a vontató tulajdonos, a Mr. Harvey-t bízom meg, hogy tárgyaljon a nevemben. £2000 kért tőlük. A kamara jóvá fogja hagyni. Csak 20 perc múlva. Itt várok már több, mint egy órája. Előbb szenet vesz fel. Szenet vesz fel! Ha-ha. Az ember azt hinné, hogy egy ekkora kikötőben van legalább egy vérelhető vontató, ami azonnal ki tud futni. Nem, még semmi hír az Alice-ről. Ugye, hallgass! Lehet, hogy elment menteni a Charlotte Rhodes-t. Miért? Ha a part közelében járt, megláthatta. Az ön szerencséjére. Szerencsémre? Na hiszen. Legalább 3 óra kell, míg odaérünk, és közben még egyre erősödik a szél. Éppen összeszedegethetjük a roncsokat. A kapitány úr üzeni, próbálja meg még egyszer, Mr. Potts. Az a vontató lehúzna minket. Ragaszkodnak a biztosításod, és a kapitány nem tudja bemutatni. A hajóval fog fizetni, ha nem igyekszik. Az orra majdnem teljesen víz alatt van már most! Nem vagyunk biztosítva. Micsoda? Minden igény közvetlenül Mr. Oniden terheli. Maga jelzett, hogy segítséget kér, kapitány úr! Kössenek egy kötelet a hajó tatjára, észszerű árért, de nem 2000 fontért. De már órák óta ül a hajó ezen a roncson, ha most megpróbáljuk levontatni, darabokra mehet! Tudom, mit kockáztatok, ne oktasson, fiam! Aki a mentést végzi, az dönti el, hogy csinálja. Nem kell még minket menteni. De már csak egy fél óra kérdése. Majd lezárjuk a raktárakat, mielőtt nyakunkra jönne a víz. Mindent inkább, csak hogy megtakarítson 2200 fontot. 2000-et mondott az imént. De ha nem sikerül a mentés, nem kapunk semmit. Ez áll a Lloyd szerződésében. Nincs eredmény, nincs pénz. És minél később kezdünk hozzá, annál nehezebb a munka, és aszerint emelkedik az ára is. Tehát 2200 font, ha most aláírja. Ne higgye, hogy könnyű szórni a más pénzét. Lehet, de nem Oniden terhére megy az egész. A rakomány biztosítói fizetik a nagy részét. Nem, mert a rakományt olyan hajó vitte, ami nem volt biztosítva. Mr. Oniden terheli az egész. Ennél még sokkal több is fogja terhelni, ha odavész a fele rakomány, és ráadásul a hajó! Megvan, uram! Egy roncsárbóca. Beleállt a fenékbe, 45 fokos szögben. 15 lábra az orrtól. Az orrtól 15 lábnyira? Ez azt jelenti, hogy a raktár alatt van pontosan. Mindent megnéztünk, csak azt az egyetlen egy helyet nem. Eresz. Nem lehet máshol csak a harang alatt. Ha tényleg egy hajóroncs árbóc, akkor belénk állt, mint balacba a kés. Ott vagytok már! Húzzaton! Nem mozdul! Húzza meg! Ott van Lee. Elég lesz, Clem! Hagyja, most ez a dugó az üvegben. Ha kihúzza onnan, percek alatt elsüllyedhetünk. Mi egyemet csinálhatnánk, mint hogy kihúzzuk. Tulajdonképpen alul kéne elfűrészelni, de ki bírja ki annyi ideig a víz alatt? Csak úgy lehet megcsinálni, ha szerkesztünk valami búvár alkalmatossá. Búvárharangot. Megőrült. Ha érdekli az őszinte véleményem, magam megőrült. Fordítson egy poharat szájával lefelé, a levegő benne marad, ha merőlegesen süllyeszti a vízbe. Lesz annyi levegőbe a harangban, hogy átfűrészelhessem az árbócot. Le fogja sodorni róla a víz. Üljön lovagló ülésbe.
Nem tudod biztonságosabbra csinálni? Nincs rá idő. Ezt a kötelet oda erősíte vagy elfesz, és akkor két kézzel fűrészelhet. Ha elhasználódik a levegő, vagy a víz benyomul a harangba, jelezni se tud a fedélzetnek, hogy húzzák fel! Én csak azt tudom, hogy Mr. Onedin nem fog a mentésért fizetni, ha más megoldás is van. Főleg nem 2200-at Fraseréknek. De örülni se fog, ha elveszti a hajót és magát. A hajót csak ugyan bánná. Nehezen fog ide beférni. Kétszer akkora, mint te vagy. Add ide a fűrészt. Levegője se sok lesz. Nekem biztosan több, úgyhogy engem ereszhetek le inkább. Csak nem mész le. Én vagyok a hajóács, nem a kapitány. Ereszhetek le. Rajta, fiú, ki a víz felé! Mehet lefelé! Mit csinálnak itt maguk? Ki van a harangban? A hajóács, uram. Kicsit jobbra, fiú! Azonnal húzzák fel! Óvatosan! Miért hagyta, hogy ő menjen le? Ha baj történne, uram, tudja, hogy van ez. Egy jó hajóácsot könnyebb találni. Fűrészel! Hallom, hogy fűrészel! Vontatás nem került volna egy emberébe, pusztán pénzbe. Biztosan pihen egy kicsit. Nem lehet könnyű vízben fűrészelni. Húzzátok fel! Azonnal húzzátok fel! Várj! Jól van, húzzák fel! Meg vagy, Örni? Jól vagy? Jól vagyok, kapitány úr! Mindjárt indulhatunk tovább! Mr. Potts! A rakomány felekint van a parton. Borodassa vissza és rendesen raktározzák be. De szaporán! Igen, uram! Köszönöm, hogy felajánlotta a segítségét, de most már ideje, hogy visszamenjen. Legalábbis azt hiszem. Lenne jó, ha itt maradnánk hétvégére. Tracáljon el a mérget. Nem, nem lenne jó. A szárazföldi patkány.
tudja, mit, Mr. Logan? Kezd nekem nagyon ízleni ez a, hogy is hívják ezt? Házi boldogság. Házi boldogság, ez az. És bevallom önnek, hogy ez az egész hely nagyon tetszik nekem. Mert nyers, durva és őszinte, és nem akar másnak látszani. Érti, ugye, hogy mire gondolom? Hogyne, tudja, Mr. Logan, én nem mutatkozhatnék egy ilyen helyen otthon, Liverpoolban. Miért? A feleségemért azért. A feleségemért. Tudja, milyen görcs állna az idegességébe, ha meglátna engem egy ilyen helyen? Ha már szó esett a feleségéről, uram, nem kéne válaszolnia erre a táviratra? Feltétlenül választ kell kapnom a házra azonnal. Látja, folyton követelőzik, mester csinálja. Figyelmeztetem a távirda tüstént bezárni. Zárjon! Házas ember maga, Mr. Logan. Özvegy vagyok. Bár csak én is az volnék. Ne, ez nem volt szép tőlem, tudja. Tudja, rajtam borzasztó terhek vannak, borzasztó terhek elhiheti. És azért jöttem ide, hogy gondolkozzak a dolgokon. Nézze, például én most érkeztem ide, mindössze egy napja, hangsúlyozom, egyetlen egy. És a feleségem már két táviratot küldött utánam abban az átkozott házikben. Hát nem csoda, hogy arra a következtetésre jutottam, hogy béke és nyugalom nincs sehol máshol, csak a sírban, mi csak. Harvey kapitány! Jöjjön le! Mondja! Merő véletlenségből. Csak úgy jártában kertében, nem látta valahol a fivéremet. De igen, éppen úton volt a Charlotte Roadsra. Kár volt aggódnia érte, biztonságban van. Hála az égnek! Őszintén örülök a hírnek, szívből örülök, mert tudja kapitány úr és Mr. Logan, a Charlotte Roads a legelső hajó volt, amit magunkére bonthattunk, így igaz. Parancsol valami frissítőt. Igen, köszönöm. Egy rumot. Rumot a kapitány úrnak. Egy üzenetet hoztam, uram. Igen. A hugától. Az első vonattal visszamegy Liverpoolba, és érdeklődik, hogy nem volna-e kedve elkísérni. Nem. Nem, Mr. Harvey. Szívesebben várnék itt, amíg a bátyám visszajön. Megmondom, uram. Köszönöm szépen. Tudja, hogy ez mit jelent, uram? Természetesen. Azt jelenti, hogy maga kapitány. Nem, uram, téved. Azt jelenti, hogy küldönc vagyok. Nem csak maga. Vajon nem azok vagyunk-e mindannyian? De hogy értsem, talán kihasználta magát. Minden tekintetben, uram. Ilyenek az asszonyok, mindenütt a világon. Ne higgye, uram, én bejártam a világot, és mondhatom, vannak mások is. Parancsoljanak, uraim. Istenem, de szeretnék egy olyat találni. Hát, uram, hogy ráokadjak ezt. Szóval megmondom a hugának, hogy nem. Úgy van, nem. Csodálkozni fog, hogy ön nem igyekszik vissza minél előbb Liverpoolba. A választások miatt. Micsoda? Választások? Miféle választásokról beszél? Most ragasztották ki a plakátokat. Mr. Disraeli általános választásokat hirdetett meg. Egek. A vizet kipumpáljuk, elcammogunk Liverpoolba, eltávolítatjuk az árbolcot és befoltoztatjuk a helyét. A lentkereket visszaszereltette a gőzgépre? Vissza, uram, nem lett semmi baja. Azt mondja, 10 000 falióra. Már a raktárban van, uram. Használhatók? Felhúzassam őket, uram. És a zongorák, azoknak nem használ a nyírkos levegő. Nem értek hozzá, uram, én nem játszom. Sok láda tönkrement. Majd pótoltatjuk, vagy kijavítatjuk őket, ha már Southamptonban leszünk, uram. Kinek a költségére? Csak csinálják meg maguk. A hajóács dolga. Lásson hozzá. Elég lesz nekem kifizetni a lisztet meg egyebeket, amiket a tengerbe dobáltak. Igen, uram. Lehet. A reggelije, kapitány úr. Nem eszem. Dolgom van odafent. Várjon csak. Mi az? Halpástétom. A kapitány úr kedvence. Az enyém is. Ön maga kap külön fizetést azért, hogy szakácskodik is? Nem én, uram. Ennyi. Majd ott leszek.
amikor megkapja a pénzét. Tisztességesen meg kell fizetni, aki többet tesz, mint amennyi a kötelessége. Köszönöm, Mr. Alid. De jó. Kitűnő. Évek óta nevettem ilyen jót.